Ez egy hagyományainkhoz híven évente megrendezendő esemény, amikor két díjat osztunk ki, a Szentágotai Kutatóközpont két legfontosabb szakmai, stratégiai, tudományos és kutatási díját. Az egyik a fő Szentágotai díj olyan kutatónak kerül kiadásra a tudományos tanács döntése alapján, aki a Szentágotai Kutatóközpontért az elmúlt évek során mind szakmailag, mind stratégiailag és menedzsment tekintetében sokat tett. Nagyon örülök, mert ez egy elismerés, nem a személyemnek, hanem a csoportomnak szól. Ma már nem csak egy genomikai és bioinformatikai szolgáltató központról tudunk beszélni, hanem akár még a diagnosztikát is tudjuk segíteni különböző személyre szabott orvosláshoz kapcsolódó új generációs szekvenáláson alapuló technológiákkal. Egy másik úgynevezett fiatal kutatói junior Szentágotai díjat is kiadunk annak a számára, aki 35 év alatt a fiatal kutatói közösségből kikerülve sokat tett a kutatóközpontért és szakmai teljesítménye alapján a legkiemelkedőbbnek tekinthető az elmúlt évek alatt. Ez nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Nem is gondoltam volna, hogy engem érdemesnek találnak erre, de nagyon örülök neki. Hát nyilván ez inspirál arra, hogy következőkben is ugyanilyen szép eredményeket próbáljunk megközölni, és folytassuk ezt a szép tendenciát. A terveim között szerepel még az, hogy egy új projektet szeretnénk rárakni a kisállat-MR készülékre, itt a nagy fejlesztés után. Ezt szeretnénk megkoronázni egy szép kísérlettel, illetve szeretnénk a klinikai vonalat is, a humán képalkotást is erősíteni. Mindig meghívunk egy kiemelt kutatót, aki mind a tudományterület szempontjából, mind pedig a kapcsolatépítés szempontjából sokat tud adni, vagy sokat tud mondani az SKK számára, úgyhogy idén erre a célra Nagy Esztert hívtuk, a Bécsi Cebina cégnek az ügyvezetőjét, aki nagyon szuper példája annak, hogy hogyan lehet a céges és az egyetemi kutatást összekapcsolni, ezt ötvözni, és a két irányból megközelítve előre vinni a kutatásfejlesztés és innovációs tevékenységeket.